Köszöntöm kedves nézőinket! Dönts velünk! Ezt a címet viseli az a program, amelynek során Pécset élő, dolgozó és tanuló 18 éves és annál idősebb állampolgárok megvalósíthatják elképzeléseiket. Egy pályázatról van szó, és a várost 10 zónára osztották, összesen 80 millió forint áll rendelkezésre erre a programra, és zónánként egyenlő a leosztás, tehát 8 millió forint területenként ez a lehetőség, pályázati lehetőség, forrás. Azt gondoltuk, hogy mivel az ötletelés elindult, már érkeztek javaslatok, és amúgy is egy nagyon érdekes és meghatározó programnak tűnik mindez, ezért egy kicsit beszélgetünk róla, a hátteréről, mi várható, és egyáltalán mik azok az elképzelések, amelyeket a pályázat kiírói várnak. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Salamon Pétert, a Dönts Velünk szakmai koordinátorát. Jó napot kívánok, köszöntök én is mindenkit. Ugye azt szokták mondani, hogy ilyenkor, amikor már valami létrejött, és megvan, és megvalósult, vagy már jól halad, akkor nem is biztos, hogy tudják azt az emberek, hogy a háttérben, közben, vagy előtte az előző hetekben, hónapokban milyen munka zajlott ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Tulajdonképpen itt, ha jól tudom, akkor egy márciusi kezdetről van szó, de azóta mi történt? Milyen munkafolyamatok zajlottak? Igen, a sprint, vagy ez az utolsó folyamat az indításhoz, az tény is való, hogy márciusban kezdődött, de ugye azért ez egy kicsit hosszabb folyamat. Megvizsgálni, hogy meg lehet-e valósítani, hogy lehet megvalósítani az előkészületek és a közös gondolkodásra is. Az ötlet megfogalmazása, hogy Pécset is vezessék be a közösségi költségvetés vagy részvételi költségvetés fogalmát vagy projektet is induljon el, ez a fajta kezdeményezés, az már azért tavaly megszületett. Idén viszont akkor így testet is öltött a gondolat, és elindult. Szóval, hogy ahhoz, hogy július 3-án elindulhatott ez a projekt és a felhívás, ahhoz egy megfeszített munka és egy nagyon-nagyon intenzív 3 hónapos előkészítő tevékenységre volt szükség. Ez magában foglalta a jogi környezet megteremtését, a szabályozását ennek a felhívásnak, illetve az egész projektnek a lebonyolításának, egy koncepcióalkotást. Nyilván itt akkor vannak PR, marketing, kommunikációs feladatok, ezeknek a kreatívoknak a megtervezése, az arculatnak a kitalálása, létrehozása, a mögöttes infrastruktúra, számítástechnikai infrastruktúra felállítása, a kezelőfelületek, a honlap létrehozása, a Facebook alkalmazás, illetve a Facebook profil megalkotása és az egyéb kreatív hirdetések. Körülbelül nagy vonalakban ez a háttér folyamat, illetve az ebben résztvevő kollégák, szakemberek kiválasztása, felkérése és az összehangolása, a munkájuk összehangolása történt az elmúlt időszakban. A területek kijelölése, és azt se felejtsük el, hogy ezeken a területeken az embereket ugye el is kell érni, amit az önkormányzat a szűkös kapacitásaival önmagában nem is feltétlen tudna, ezért szükség volt olyan partnerek bevonására, akik ezeken a területeken, ebben a zónában, ahogy említetted, ezekben a zónákban élnek és dolgoznak. Olyan civil szakmai szervezeteket kerestünk, akik az önkormányzattal közművelődési megállapodási szerződést kötöttek, mert tehát van egyfajta jogviszonyuk, és amúgy is egy hidat képeznek az önkormányzat és a helyi lakosok között, rendezvényeket szerveznek, eseményeket szerveznek a lakókörnyezetükben, és velük vettük fel a kapcsolatot, velük beszéltük meg a hogyan továbbot, és folyamatosan dolgozunk együtt azóta is. Hogyha valaki hall erről a programról, és feltehetőleg már erre volt módja ugye a sajtóból vagy másonnan értesülni, akkor lehet, hogy fölmerül benne a gondolat, hogy jó, hát nekem is lenne ötletem, na de egész pontosan milyen elképzeléseket várnak a kiírók, hiszen azért az ötletek tára annyira gazdag és annyira széles lehet, hogy egyáltalán nem biztos, hogy minden beleillik ebbe a profilba. Igen. Fontos azt hangsúlyozni, hogy elsősorban nem fizikai megvalósításokat szeretnénk, tehát nem 10 játszóteret szeretnénk létrehozni ebből a projektből, azért beszélek a 10-es számban, ugye már hogy vagy számról, mert hogy 10 zóna, és hogy akkor minden zónában egy-egy játszóteret ebből a pénzből kb. Meg lehetne valósítani, de nem erről van szó. Arról van szó leginkább, hogy
aktív állampolgárokat szeretnénk, az aktív állampolgárok által benyújtott ötleteket szeretnénk megvalósítani. Tehát azokkal az emberekkel, akik amúgy is megmozdíthatatlanok, ez a projekt sem fog tudni mit kezdeni. Nagyon fontos az, hogy elkezdjenek az emberek beszélgetni egymással a lakókörnyezetükben, a saját kis ötleteiket megismertessék, a szomszédokkal beszéljék, meg azt gyúrják egy kicsit nagyobb gömböcé, és komplex dolgok jöjjenek. Olyanok, amik nagy területre, sok emberre vannak hatással, a mindennapjaikat, a hétköznapjaikat befolyásolják, jobbá teszik, egész egyszerűen csak jobb kedvük lesz, virágosítás vagy olyan programok szervezése is belefér a dologba, ami közösség kovácsoló, és ami összehozza az embereket, és megint megtanítja a jól együtt élésre az embereket. Azt látjuk ugye, hogy elég nehéz megmozdítani, és mindenki a saját problémájával, a saját kis gondjaival foglalkozik, és bezárkózunk a saját világunkba. Ez egyfajta érzékenyítés, ez a projekt. Érzékenyítés a közpolitika felé, érzékenyítés a lakosság érzékenyítése a politikum felé, a politika érzékenyítése a hétköznapi emberek mindennapi gondjai felé, ugyanúgy a hivatali adminisztrációnak is reagálnia kell majd ezekre a dolgokra nyilvánvalóan, illetve az embereket is érzékenyíteni kell most már egymás problémáira, fogékonyá kell tenni, és az együtt gondolkodásra kell őket buzítani. Ez a projekt, ez a részvételiség erről szól leginkább. Nagyon fontos hangsúlyozni azt is, elhangzott a sajtótájékoztatón is, és egy korábbi alkalommal is, hogy ne olyanra gondoljanak az emberek, hogy most mit tudom, egy kicsit rossz a járda, és nehezen megközelíthető egy-egy helyszín, és akkor ezt mondjuk beadják, mint ötletet, hiszen ugye erre ugye van egy városüzemeltetési cég, és most sorolhatnánk az ilyen infrastruktúrális példákat, de hogy ne keveredjenek össze az önkormányzatnak az amúgy is végzett feladatai ezekkel az ötletekkel. Igen, ez az eredeti elképzelés. Viszont a mindennapi problémák azok mindennapi problémák, tehát kikerülhetetlen, hogy majd ilyen javaslatok is jöjjenek be. Nyilván ezt majd eldönti a testület, aki ezeket majd szavazásra bocsátja, és majd a későbbiekben biztos beszélünk erről, hogy ez majd a folyamat hogy néz ki, hogy melyik ötletek kerülnek majd szavazásra. Elsősorban igen, én azt szeretném, hogy soft programok, soft elemek valósuljanak meg belőle, olyan közösségformáló kezdeményezések és olyan kapcsolatépítő kezdeményezések, amik nem betonozásba öltenek. Tehát nyilván egy jó társadalmi munka is összehozza az embereket, de az csak pár emberre hat, hanem amiből elkezdődik egy ilyen deliberációs folyamat, ez az együtt gondolkodás, beszélgetés, ez ilyenekre számítok én leginkább. Hogyha szabad mondanom egy-két példát, hogy mik voltak idáig, ugye, mert hogy ez nem a spanyol viasz, ez nem Pécset indult, ezt tudjuk. Magyarországon már 4-5 településen működik, sőt, ez 89 óta a világban már 1500 településen ezt a fajta részvételi demokrácia építést, a közösség bevonását és a részvételiség erősítését azt azért megcsinálják. Például olyan ötletek is megfogalmazottak és megvalósításra kerültek, amivel én nagyon szimpatizálok, hogy az önkormányzati folyamatok egyszerűsítése, az önkormányzati hivatali levelek hétköznapiasítása, lefordítása, az egyszerű, az egyszerű, igen, ezeknek a lefordítása és piktogramokkal ábrázolása az egyszerű emberek nyelvére. Nagyon sokan nem értik például a 12 oldalas elutasító levelet, hogy miért is. Nyilván ezt nem lehet 3 és 4 mondatban megfogalmazni, de már gondolkodnak és dolgoznak azon, hogy ezt az ötletet, ezt hogy tudják megvalósítani. Például ilyenek ingyenes jogsegélyszolgálat, különböző képzések, különböző szemléletformáló képzések, különböző idősebbeket és fiatalokat összehozó rendezvények, események megvalósítására. Például ez a keret, ez tökéletesen elegendő. Ugye, hát szintén nagyon-nagyon fontos, hogy szemléltessük magát a folyamatot. Ugye itt mellettünk látszik a honlap, ahol szintén be lehet adni az ötleteket, illetve hát van erre mód személyesen is a dobozba, az úgynevezett pécsiségpontokon elhelyezett dobozban is az ötletek beadására. Ezeknek a listája szintén megtalálható a honlapon. Így van. Na most, hogyha valaki veszi a fáradtságot, kitölti az adatlapot, és leírja az ötletét, vagy személyesen bedobja, vagy feltölti a honlapra, utána mi történik? Utána
Hogyha azt elmondhatom, hogy ez július végéig tart, július 23-ig vejük első körben az ötleteket, ugye online és offline is, 17 pécsiség ponton, ami tényleg megtalálható a honlapon, ezt nem sorolom most föl, lesz lehetőség a papíralapú ötletbeadó lapokat, az űrlapokat benyújtani, illetve a honlapon. Szóval miután megvannak az ötletek, bejött az ötlet, ez egy úgynevezett előszűrő folyamaton megy keresztül, ahol az önkormányzat szakemberei, egyéb szakemberek megvizsgálják olyan szempontból, hogy mindenhol releváns legyen. Például Pécs közigazgatási határain belül valósul meg, Pécs város infrastruktúrájában valósul meg, tehát állami, egyházi, magántulajdonú területeken, hogyha fizikai beruházásoknál maradunk, mert biztos lesznek ilyenek is, azt ugye egy önkormányzat nem tudja megvalósítani saját hatáskörben. Fontos, hogy ne legyen kirekesztő, fontos, hogy jogszerű legyen, fontos, hogy újszerű legyen. Az egyik legfontosabb nyilván, hogy férjen be az adott keretbe, az adott zónára első 8 millió forintba. Ez a folyamat, ez körülbelül 2,5-3 hónapig fog tartani, minden ötletet, minden javaslatot egy nagyobb testület megvizsgál, különböző szakemberekből áll ez a testület. Árajánlatokat fogunk bekérni arra, hogy mi a konkrét és valós költségvetése egy ilyen ötletnek. Az ötletek, hogyha egy területre több ötlet, több javaslat érkezik, akkor ezeket lehet, hogy össze fogják vonni. És miután megvan ez az úgynevezett előszűrés, tisztítás, akkor visszakerül a részvételi tanácsokhoz. A részvételi tanács az egy nagyon fontos testület ebben az egészben, mert ez a testület garantálja azt, hogy nem a politikum dönti el, hogy mi valósul meg. Részvételi tanácstagnak szintén lehet jelentkezni a honlapon, erre buzdítok is mindenkit, aki aktívnak érzi magát, és tényleg szeretne az ötleteken kívül is beleszólni abba, hogy mik is valósuljanak meg, mely ötletek valósuljanak meg. Minden zónában föl fog állni, létrejön egy részvételi tanács, amiben 5-5 tag lesz, ezek helyi lakosok, nem politikusok, helyi lakosok lesznek, és ők döntik el a beérkezett ötletek alapján, hogy mely javaslatok kerülnek majd föl a szavazólapra, és akkor itt már ott tartunk körülbelül, hogy október, és október-novemberben lehet majd szavazni a javaslatokra. Tehát 10 zóna, zónánként 5 darab javaslat, az összesen 50 darab javaslat kerül majd szavazásra. És akkor beszéljünk egy kicsit a kényes témáról, bár ugye annyira nem az, csak nagyon fontos, hogy mi a helyzet a keretösszegekkel. Tehát, hogyha mondjuk esetleg valamelyik zónában mondjuk nem sikerül elkölteni a teljes összeget. Hát azért sajnos ez az összeg ez nem olyan nagy, hogy ne sikerüljön elkölteni. Biztos vagyok benne, hogy mindenhol ez meg lesz. A lényeg az, hogy az önkormányzat ugye saját cégeivel valósítja meg az ötleteket, nem finanszírozunk egyesületeket, nem utalunk KFT-knek pénzt, nem lehet fenntartási költségre pályázni egyesületeknek, szervezeteknek, alapítványoknak, senkinek. Magánemberektől várjuk az ötleteket. A bruttó 8 millió forint az úgy néz ki a pénz elköltése, hogy a keret kimerüléséig költjük el zónánként, vagyis hogy valósítjuk meg zónánként a javaslatokat. Ha az első legtöbb szavazatot kapó ötlet pár százezer forintból megvalósítható, vagy pár millióból, akkor jön a következő legtöbb szavazatot kapó ötlet, és ez akkor így folyamatosan a keret kimerüléséig nem kerül át egyik zónából a másikba, nem csoportosítunk át pénzt, nem képezünk tartalékkeretet, hanem az összes pénz ebben az évben erre a projektre fordítódik. Bár még vannak vissza ilyen ötletgeneráló műhelyek, hiszen júliusban ezek még lesznek. És az is igaz, hogy most még kevés a tapasztalat, de azért talán érdekes lehet az is, hogy eddig, amelyek zajlottak, ilyen rendezvények, ezeken mit fogalmaztak meg az emberek, vagy milyen észrevételek érkeztek? Körülbelül 8 vagy 9 ötletgeneráló műhelyen voltunk már a kollégáimmal. Az fontos elmondanom, hogy az ötletgeneráló műhelyeket szakemberek végzik, közösségépítő szakemberek. Nyihár Évával voltam ezeken a
ezeken a megbeszéléseken, beszélgetéseken, ez egy 3 órás műhely foglalkozás. Összegyűlünk 80, 10, 15-en, mikor, hol, hányan jönnek el, és ez egy beszélgetése kezdődik, egy probléma térkép rajzolódik föl igazából, hogy mi is foglalkoztatja az embereket. Nagyon szeretem, Gesztenyésben már a Pécsbányai közösségi házban már sokszor, háromszor is voltunk, most a harmadik az nem meghirdetett, de hogy ott a helyiek annyira aktívak, hogy ott biztos, hogy nagyon sok ötlet és jó kezdeményezés fog onnan jönni. Ők például nyilván mindenki a saját lokációjában, geolokációjában gondolkodik. Ott nagyon fontos a gesztenyés megmentése, a gesztenyésnek, mint területnek, mint a meccsek egyik kiemelt területének, a védelme, a megújítása, az egy nagyon markáns vonal lesz ott. A másik, ami általában felmerül, ez a városi terekkel valamit kezdeni kell. Szeretnének az emberek ilyen mikrozöldítéseket, mikroparkokat a városokban, hogy a nyári hőséget azt át lehessen vészelni. Szemléletformáló eseményeket, vagy a közösségépítő rendezvényeket is boncolgatnak, és már ezekre már jöttek be konkrét ötletek. De nyilván ilyenek is, ami a közlekedés biztonságot segíti elő, járda, felújítás, korszerűsítések, figyelemfelhívó táblák kihelyezése, ami a mindennapi emberek hétköznapjait és a mindennapi valós dolgait érinti. Aztán természetesen vannak nagyon nagy elképzelések, amik nem valósulhatnak meg 8 millió forintból, de az is fontos, és az is lényeges eleme ennek a rendszernek, vagy ennek a projektnek, hogy nincs rossz ötlet, az ötletek nem vesznek el, minden bekerül egy nagy kalapba, egy nagy közös kalapba, ahogy mondtam, ezek ugye összevonhatók is lesznek. Illetve megvizsgálják majd abból a szempontból is, átnézik, hogy a város következő terveibe, fejlesztési terveibe ezek hogy illeszthetők bele. Hisz azért tényleg a mindennapi emberek, mindennapi nem is problémái, hanem javaslatai tudnak igazán jó fejlesztéseket generálni, hiszen a politikum az ül egy, jó esetben nem, de hogyha általában azt nézzük, hogy ül a hivatalban, onnan nehéz rálátni az utcán történő dolgokra. Azért vannak az önkormányzati képviselők nyilván, hogy lejárják a területet és tartsák a kapcsolatot az emberekkel, de mindenki ez akkor sem tudnak eljutni. Mindenki nem tud eljutni az önkormányzati képviselőkhöz. Bármilyen ötlet van, várjuk, küldjék, és mindegyik elkerül a maga platformjára, és hogyha éppen ez egy nagy ginopos, vagy támogatós, vagy akármilyen városfejlesztési pályázatba beilleszthető, illetve hosszú távon ez kivitelezhető, akkor itt most ezt be lehet dobni. Hadd kérdezzek egy személyeset is, hogy a legutóbbi sajtótájékoztatón a polgármester úr azt mondta, hogy egy jó gazdára szerette volna bízni ezt a projektet, és ez úgy tűnik, hogy sikerült is. Mint szakmai koordinátorra rád célzott. Személyesen számodra mi érdekes, mi jó, vagy talán a legjobb szó az, ami divatos is, hogy mi kihívás van ebben a projektben? Minden. Igazából, hát aki ismer, tudja, hogy mondjuk én általában képzőművészettel, vagy művészetmenedzsmenttel, vagy szervezéssel foglalkozok, tehát ez egy teljesen új. De a társadalmasítás az egy nagyon érdekes dolog, az egy nagyon érdekes folyamat, ebbe belelátni, ebbe beletanulni, minél több embert megszólítani, minél több emberhez eljutni és beszélgetni velük. Én szeretek az emberekkel beszélgetni, szeretem meghallgatni őket. Ez egy nagyon nagy kihívás, illetve összerakni, komplett összefogni ezt és lebonyolítani. De hát ez nyilván nem én vagyok egyedül, hanem ez egy jó felkészült és jól működő csapat csinálja ezt az egészet. Az, hogy én vagyok ott a legtöbbször, az most egy feladatból adódó. Igen, de hogy szeretném ezt a projektet odáig elvinni, hogy ez a jövő, hogy ez benn maradjon az önkormányzati rendszerben, hogy ez ne csak egy pilot projekt legyen és egy pontszerű dolog az önkormányzat életében, hanem jövőre, 2 év múlva, x év múlva, hogy még 5-6 év múlva is arról beszélgetessünk, hogy elindult ez 2023-ban,
beérkezett 500 ötlet, 1000 ötlet, viszont 5-6 év múlva itt már sok ezer ember gondolkodik közösen azon, hogy hogy lehet a várost jobbá tenni. És nem csak az, hogy gondolkodnak azon, hanem meg is valósulnak ezek a fejlesztési elképzelések és javaslatok. Tehát az a fajta érzékenyítés, amire beszéltem először, a közpolitika és a helyi emberek összehozása, hogy tényleg találjanak egymásra, és merítkezzenek, és építkezzenek egymásban, ez a legfontosabb nekem ebben a projektben. Hát azt hiszem, hogy minden fontosat elmondtunk a programmal kapcsolatban, és továbbra is biztatjuk az embereket, hogy látogassák meg a honlapot, és hogy figyeljék az eseményeket ezzel kapcsolatban, és ha van ötletük, akkor legyenek aktívak. Gondolom ezt akkor közösen elmondhatjuk. Igen, igen, ez a lényege. Mindenki figyelje a honlapot, figyelje a Facebookot, és tényleg, hogyha most van ötlete, valakinek van egy ötlete, nekem 8 millió indokom van arra, hogy ezt miért ne tartsa magába körülbelül. Szóval, hogy most ez nagyon fontos, és tényleg tehetünk most a városunkért. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. És köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőknek pedig a figyelmet köszönöm. Egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra! Thank you.